újra, én úgy csodállak téged. A lelkem egyre súgja, hogy van tovább, ne féljek. Fényárban látszol, játszol örökké, szívemhez láncol, bátor örökké. Balogh Eszter és Torres Dani vannak itt velem a stúdióban, és mivel kénytelenek voltak végignézni, hogy csúfosan szétverem a pinyátát, és nem esik ki belőle semmi, megkínálnának titeket cukorkával, mert hogy van benne cukorka, tessék, neked egy narancsos, neked egy epres, de majd csak a végén egyétek meg, mert összeragad a szátok, és nem tudjátok nekünk elmondani azt. Igen, a jó sztorit. Szájpadlásra ragadósabb vagy tudni. Igen. A jó sztorit, hogy egy szórakozó helyen találkoztatok először, de gondolom nem egyet tudsz, és tehát, hogy valami ennél egy kicsit gondolom megszervezett, vagy szervezettebb volt az első találkozás, mert hogy nagyon nagy volt rögtön az összhang, és egyből elkezdtetek a közös munkán agyalni. Belekezdek, nem volt tudsz valóban, és annyira szervezett volt, ugye, hogy előtte fölhívott, hogy akkor hol találkozzunk. Igen. Úgyhogy találkoztunk, és igazából ugye onnan jött ez az egész, hogy a dalszerzője Balla Klaudia. Én ővele dolgoztam már előzőleg, nekünk is van egy közös duettünk, és Klaudián keresztül jutottam el ugye, vagy hát tehát így jutottunk egymáshoz, és ugye Eszti fölkért arra, hogy neki van egy csodálatos dala, amit fantasztikusan énekel, amúgy valljuk be őszintén, ezt mindjárt hallották ezt, is a ezt kedves nézők. Ezt már hallották és látták is, úgyhogy ezen már túl vannak, igen, tehát ebben elnézést. A szellemben. Ó, világos, akkor fantasztikus volt, és találkoztunk, és nagyon megtetszett az egésznek az ötlete, meg hogy miről is szól, úgyhogy örömmel vágtam bele, és meg is lett a produktuma. Mi volt az elképzelés, amikor felkérted Danit? Nekem az volt az elképzelésem, hogy összeillen a hangunk az egymáshoz stimmeljen, és a Dani az volt, ő volt az első, aki eszünkbe jutott, úgyhogy... Legyen pasi! Meg hát én már Daninak úgy követtem így a munkásságát, és tetszettek a dalai, és ez a szerelmes hangvételű dal, ez szerintem hozzá így illet a hangjához. És megmondom őszintén, hogy amikor először hallottam ezt a dalt, és láttam hozzá a klipet, akkor még az is átfutott az agyamon, hogy úristen, ti egy pár vagytok akkor? Tehát, hogy annyira intim az egész közeg, maga a szöveg, a téma, és a videoklipben meg elképesztő színészi teljesítmény nyújtottok, mert tényleg elhittem, hogy most nem akarok itt a magánéletetekbe vájkálódni, de hogy nagyon intim. Hát igen, annyira intim ugye, hogy Esztinek van egy gyereke, de nem tőle. Ráadásul eléggé friss a kisbaba. Igen. Úgyhogy, hát igen, neki is van, nekem is van, de ettől függetlenül... Van gyereked? Nem. Jaj, nem, jó, hát nem, úgy mondtad, párom, mert akkor el is tudunk beszélgetni. Nem. Párom. De ettől függetlenül az a... Hát az a nap, annak megvolt a maga varázsa, ugye találkoztunk hajnalban. Nagyon korán kezdtük a forgatást, úgyhogy... És nagyon-nagyon jó atmoszférával rendelkezett ott az egész Dunapart, olyan kellemes volt. És ugye ezt izgult, úgyhogy ezt az izgulást próbáltuk némi játékkal úgy áthidalni, és szerintem megmondom őszintén, hogy eléggé sikeresen tekintve, hogy egy csomószor nem is vette észre, hogy forog a kamera. Igen, Dani amúgy ugye őszínészkedik, én nekem nincs semmilyen tapasztalatom, és ráadásul ugye én nekem átfutott a fejem, hogy azért megfogja a kezemet, otthon a párom ennek vajon mit fog szólni. Na jó, de hát ez a show business. De hát nyilván persze, úgyhogy Dani nagyon jó volt, ebben biztatott, meg segít. Annyira édes volt. Ugye mondták, hogy forog, stb. Ugye hátulról vettek minket, fogtam a kezét, és akkor mondja... És ízott a tenyere. De várjál, egy, hogy ízott a tenyere, de megmondta, hogy
én azért megbeszéltem a párommal, hogy megfoghatod. Jó, hát akkor a párodtól is engedélyt kaptál. Ez az első kislemezeden hallható ez a szám. Mik a jövőbeni terveid? Igen, ez a Pillanatok című kislemezen jelent meg, a Fényvárban látszó dal. Jövőbeni terveim, hát még több saját dala szeretnék kijönni, és szeretnék még egy szóló klippel kijönni a közeljövőben. Úgyhogy... Danival esetleg még egy kis közös munka valamikor? Vagy egyelőre most turnéztatjátok majd ezt a dalt? Egyelőre szerintem ez lesz. Igen, most szerintem a Daninak is van épp elég munkája. Most lesz bőven. Pilóta vizsga, meg ilyenek, nem? Az ahogy haladsz. Húha, hát az még nagyon arrébb van. Nem, most én is abszolút dalírásban is vagyok, meg hát készülünk a nyárra, ugye nyáron lesz egy óriási történet, hiszen a Budapest Barban játszunk a TNT előtt, azelőtt pedig éppenséggel holnap vagyok a Szabadság téren 4-től 6-ig muzsikálunk, úgyhogy a kettő között meg országszerte vagyunk mind a zenekarral, mind a triós formációval, úgyhogy lesz bőven. Úgyhogy akkor téged is lehet akkor látni, hallani majd bőven. Nagyon szépen köszönöm, hogy eljöttetek hozzánk. Mi köszönjük a meghívást. És most már meg lehet enni a cukorkát.